Vallanom, mi növekményt. Ilyenek vannak. Nem érdekes. Megtartási illeték. Ha valaki nem adja el, nem ajándékozza oda a házát, vagy esetleg nem hal meg 5 éven belül, az köteles 10% megtartási illetéket fizetni, mert a költségvetésnek ez jelentékeny kiesés jele. Végül szénanátha adó. Az allergiások fizetik, mert miattuk kell a drága pénzen írtani a parlagfűnek. Való igaz, amikor József Attila azt írta, hogy a titkokat ne lesd meg. Én nem tudom, emlékeznek arra, amikor megtudták, és most 12 év köröket tessék itteni a képernyőre, vagy 14, ugye, family. Ugye, amikor megtudták, hogy nem az angyalka, vagy nem a Jézuska. Ez jó volt megtudni? Nem. Nem! Hát nem volt jó, hogy az ajtószárnyba nem az angyalka szárnya akad bele, hanem a papámnak az Ernst Thälmann VEB NDK redingotja, amit a sajnálatos eseményekkel való tekintettel megalázva egy Burberry kabát helyett vásárolt magának in Wimpassing DDR Centrum Beziehungsweise. Nem jó. Szomorúság. Nem jó. Ezért nem szabad az ajándékokat se megnézni. Ennél, ha indíthatjuk ezt a karácsonyt ilyen profánul, egy szomorúbb van, amikor megtudod, hogy hogyan lesz a kisbaba. Az nem jó! Ugye, persze már úgy foglalkozol, meg uncuk a punc, persze, persze, úgy nézelődünk, leselkedünk, ugye? De hát amikor az én Gábor barátom 1823-ban mentünk az András úton, még ilyen hatalmas hóbuckák voltak, és ő feketén-fehéren és sallangmentesen elmondta, hogy mi történik. Mert ilyet még képen látszol, hogy mások, de azt feldolgozni, hogy a te édesapád, ez a művelt humanista, akinek megbízható biztonságú pisilőjét a közös ügykezelésekből oly jól ismered, ez hirtelen felajzott állapotba kerül és páncélőkölné változik. És a te drága édes anyád, akit fürdés közbe, ott láttad ezt a kis háromszöget, és nem is nagyon mertél oda nézni, hogy édesapád rá és a rettenetes rófos. Ezt nem lehet! Ezt nem lehet kibírni! Nem lehet kibírni, kérem szépen! Tehát a titkokat ne lesd meg, hölgyeim és uraim, szokásunkhoz híven, most, hogy így az angyal szárnyak csattognak, suhognak, karácsonyi történettel lepném meg önöket, felnyitván a családi albumot. Egy vasárnapi hajnalon becsöngetett hozzánk Cumbi. Cumbi papának volt ügyfele, megjelent a hóna alatt egy akkurátusan csomagoló papírba becsomagolt, madzsaggal átkötött hallal. Egy élő hallal. Az ügyvéd úr engedje meg. És így átnyitott egy halat. Az apám nem is vette észre, hogy ez egy élő hal, úgy letette a többi akta közé, oda megállunk a szennes ládára, majd egy 50 forinttal Cumbit elbocsátotta. Anyám megy ki, és látja, hogy így verdes az akta. Hát hát idegösszeroppanás kapott ki, de apám, mi ez? Angyalka, ez egy hal. Szóval vigye innen, hát én egy sirkét sem tudok leölni, semmit, hát tudja, hogy ilyen izét szoktunk venni, vagy nem, hát majd vigye innen ez a dögöt. Angyalka, ez nem dög. Ez egy márna. Ez nem holmi mackóna, drágos ponty, amely minden polgár asztalán megterem. Ez egy márna. És ezt úgy mondta a drága atyám, mintha a Velszi hercegről magáról beszélt volna, aki néhány napra beköltözne hozzánk. Abban az időben olvasta az én drága atyám Emil Ludwig nagyszerű német történész népszerű Napóleon monográfiáját, és tényleg olyan volt a márna szeme. Kérdezi anyám, hogy most mi lesz? Azt mondja, hát elhelyezzük, angyalka. Áttekintjük a helyzetet. Engedett egy kis vizet a kádba. Ugye ez néhány napig nem volt probléma, mert a napi kádazás ez abszolút nem volt divatban.
hétvégén esetleg egy kis sutat, tehát a savköpenynek ez a kivált napi többszöri megbontása, ez abszolút nem volt divatban, nyáron egyáltalán nem mosakodtunk a Dunán, lecsutakoltak minket, és lefekvés előtt így összedzsumbiztok a lábunkat, hogy a nagyobb spén ne a lepedőre menjen, és jó napot kívánok. Tehát nem volt ilyesmi. Na most ugye, a drámai helyzet abban állt, hogy a Márnát, akit akkor már Bonaparte Napóleonnak neveztünk, röviden Boni, kezdtük megszeretni, ugyanakkor vészesen közeledett december 24-e Boni halálának napja. Hát kérem szépen, 23-a körül már nem voltunk túl jó lelki állapotban, az én drága anyámon az elmebaj jelei határozottan kezdtek kiütközni, apám készült az ölésre. Én ilyen intermediér helyzetet foglaltam el, ingadoztam, mint a középparaszt, mert egyfelől szerettem volna Márnát enni szenteste, másfelől úgy éreztem, hogy Boni már túlságosan közel került hozzánk ahhoz, hogy lemészároljuk. Na, atyám, 23-án este elővette a pártvist, és a fiókból nagypapa első világháborús bajonettjét, ami 42 cm, mi már rengeteget maszkoráltunk, hogy a jó ki volt csarmulva. Fogta ezek után, és mint Robert De Niro a Taxi Driverbe, így a hokedlin ült, térde közé fogta a pártvist, ürmös borokat fogyasztott, mire anyám mondta neki, mit iszik, azt mondja, a bakának is adnak inni, mielőtt harcba indul. Összetekerte a madzaggal, és megpróbálta a pártvis végére ezt a bajonettet ráilleszteni. Mert ő úgy gondolta, hogy mint sárkányőrő Szent György, ő a kádban fogja ledöfni a halat, és azt gondolta, hogy ez iszonyú praktikus lesz, mert nem durgáljuk össze a fürdőszobát, nem durgáljuk össze a konyhát, és hát ez milyen humánus lesz, és milyen pöpec. Na! Hajnalok hajnalán atyám fölpattan, fölölti amerikai tiszti ballonját, amelynek az öve már nem volt meg, ezért sárkányos dresszing anyjának sejem övével kötötte ezt át, amitől már eléggé akciótriller jellege volt az öregnek, plusz kifürkészhetetlen kategorikus imperatívusoktól vezérelve, mint a Donból hazajövőket sállal átkötötte a fejét, ez valószínűleg a retetes hideg előszobával függött össze, és erre rátett egy kalapot. És megindult ezzel a harpunával, hogy majd ő ledöfi. Volt egy régi lemezjátszónk, arra föltette Mozart requiemét, és a harag napja dies irae, dies illat ételnél, véreres szemekkel, unikumtól és ürmös bortól feltuningolva, berontott a fürdőszobába, és elkezdte volna megölni a halat. De hát ekkor a drága édesapámnak szembesülnie kellett az áramvonal problémájára. Nem tudsz te, ha csak nem vagy ilyen filippin benszülött gyerek, te nem tudsz egy kádba egy halat eltalálni, ellenben a zománcon rengeteg sérülést okozott, úgyhogy a zománc darabok azok még hónapok múlva is így a segünkbe belefúródtak, és szép visszaemlékezésül szolgáltak erre a drága estére. Na kérem szépen, olyan életerő volt ebbe a Márnába, hát jól feltápláltuk. Hogy egyszer csak megunta ezt a dolgot, és egy foszbőrivel így, hopp, így kiugrott a fürdőszobába, esküszöm, egy húszra ugrott föl a Márna, na akkor szúrt át a fürdőhenger alját, fater, amiből a meleg víz így elkezdett szirogni kifele. Na most, a földön próbálta eltalálni a halat, egyszer csak sikerült a padló összefolyóba beleszúrnia, az úgynevezett Suez-szifonba, aminek a rácsa így ráragadta jatagánra, vagy mire bajonetre, azt úgy kirántotta, azt a nem baj, ez már alabárd. Tehát azt várta az ember, hogy ettől a fater lenyugszik. Nem! Ettől nőtt a harci kedve. Summa summarum a következő történt, hogy a Márna valahogyan beleugrott ebbe a padló összefolyóba. És így szomorú fejjel így nézett ki, mint Napóleon Waterloo-nál. Apám azt is elmesélte, hogy állítólag Szent Ilonán levágták Napóleon felséges, hát ő a f***át szót használta, így egészen konkrétan, de ez történet itt így, és ez valahol ez a világban lakban. Na, Suez-szifonba beszorulva ott van Napóleon. Apám így eldobja az alabárdot, mint Hector a pajzsot. Rágyújt egy mátra szivarkára. Azt mondja, hát nem tud védekezni.
Tehát így nem lehet harcolni. Anyányi megjelent az ajtónyílásban. Mit tervez? Így álltak. Na, utána apám a WC pompával megvárta, míg anyám elmegy, így valahogy a halat kicsalogatta a fedezékből, rárúgta, leszette közben, rárúgta a rácsot, és próbálta tovább szurkálni, hát ez nem ment. Odavágta a láncsát, leemelt, tehát ilyenkor az ember nem válogat a kezébe kerülő eszközökben, lerántotta anyámnak a szőnyeg söprő pongyoláját. Ez egy egykor jobb napokat látott pongyola, elkiáltotta magát, hogy Zweite Bataillon Sturm, most kivéreztetlek! És rádobta magát, és megpróbálta a halat megfojtani. Minthogyha szákolná. Hát az események sorában és az elfogyasztott örmös borok folyományaként apám valószínűleg be is verhette magát, ráborult a pongyolába csavart halra, és vérbefagyva ott hevert lényegét tekintve. Hát anyám látta, hogy erre a pongyolára már nem számíthat. És felhívta házmesterünket, Csuka úrat. Csuka úr halálosan szerelmes volt anyámba, és a legvadabb rákosi korszakban is nagyságos úrnak, nagyságos asszonynak szólította, amire apám mondta, hogy abba kéne ezt már hagyni, mielőtt kitelepítenek bennünket. Leszólt, azt mondja, Csuka úr, nagyságos asszony, mikor hívtam én magát utoljára? 1945. február 16-án, nagyságos asszony, amikor két orosz összeveszett az előszobában a nagyságos úr távcsövén, és kölcsönösen lelőtték egymást, és engem fölkért, hogy a holtesteket távolítsam el. Csuka, hasonló feladatra gondoltam. Csuka úr fölkapta a véres haldarabokat, a pongyolát, és távozott. Másnap fagyújtás után 6 órakor ülünk a vacsora asztalnál, nagyapám, nagyanyám, kapcsolt részeink, Lojzi bácsi, Bimbi néni, és a többi, és a többi. Csöngetnek! Csuka úr van az ajtóban, az egyik kezében egy haltál, amelyet már lefele menet a konyhából kicsett, nagyságos asszony, a haltál és a majonézes krumpli. Ezt átadta, anyám büszkén bejött a cuccokkal, nagyapám ránézett, mindig elfogult vele, azt mondta, Évike, hogy te micsoda jó háziasszony lett. Következik Lakatos Vendel. Tiszteletem, Lakatos úr, tiszteletem. Jó estét kívánok, Szilágyi úr. Köszönöm szépen. Én láttam nemrégiben a televízióban egy küldöttséget. Ott álltak Rómában a katedrális előtt, és a pápa megáldotta őket. Magát nem láttam, de azt nem tudom elképzelni, hogy maga nem volt ott. Hát aranyos drága Szilágyi úr, akkor jobban meg kell a médiát vacolni, mert én nem csak, hogy ott voltam, egyenesen VIP vendég voltam. Az egy eszély egyenlőségi miniszterasszony ment röpülőn, a többiek Ikarusz busszal a kiegyensúlyozottságnak a jegyében, de valószínűleg ő handicappel indult. Egyedül én voltam az, aki a küldöttségnek a nem miniszteriális részéből nem késett el, mert a nagyobbi kislányom Carmenka, táncművészeti vonalon dolgozott, ő Olaszországba ment férjhez. És van neki a férje az én vejem, Giuseppe Lakatos, ő motoros rendőr. A furgon előtt 24 motoros rendőr. Egy olyan éket szidátott a Topolino között, hogy gyakorlatilag kibucolták az utcát. Eszem áll meg. Úgy hívják a pápát a mi nyelvünkön, hogy Suntó Bárómanus. Igen? Az a neve Suntó Bárómanus volt. És valahogyan egy szemkontaktusunk alakult ki, mert ő egy kicsit reszketeg, az egészségi állapota neki megvan, de a szelleme az friss, mint a vidia. És ránézett, és a tekintetünk egybefúródott, és azt mondta, csak így tovább vendel. Ugye elindult hazafele a furgonnal. Igen. Sikerült valamit belerakni? Saját magán kívül? Hát az igazság, vettem magamnak egy ókeresztény sírkamrát. Jól hallottam, mit? Ókeresztény sírkamrát egy építkezésen előkerült,
és alkalmi áron nekem azt megszámították, és az lesz, beraktam furgonba, az lesz otthon a kriptám. Most már csinálok egy kis próbabelakást, hogy majd hozzászokjak, hogyha majd magához szólít az Úr Jézus, akkor ottan én egy hosszabb tartózkodásra rendezkedjek be. Jöjjünk vissza a Kolosseumba például. De ez egy micsoda csodálatos építmény. Ugye, hát nekünk is van a Népstadion, de azért nagy különbség. És még milyen szép lesz... Van azért köztük egy hasonlóság. Tessék mondani. Ebben a Népstadionban sem, meg ott a Kolosseumban sem futballoznak. Kolosseumban nem futballoznak, mert nincs még kész. Ugye, majd a másik oldalt is fölépítik, akkor az valami csodálatos lesz. Körülnéztünk a városba, elvitték ehhez a Fontane de Tréflihez, ez a szerencsét hozó kút, benéztem, apró pénzt már összeszedték, ilyen mágnesdetektorral szedi össze a csávó, nagyon jól él, ez az ő jobbja, hogy onnan kiszedi a pénzeket. Tetszett bele dobni valamit? Dobtam persze, balvál fölött. És tudja, mit kívántam, drága aranyos Szilágyi úr? Elmondom magának. Bedobtam egy 100 eurót, hogy ne mondják, hogy kispályás vagyok. És az fogalmazódott meg bennem az én Norbikám, 3 éves. És arra gondoltam, hogy az én Norbikám lehetne az új pápa. Ne haragudjon, nem, hát tudok, nem tudok tovább beszélgetni, drága Szilágyi úr, mert ez a gondolat, ez annyira maga alá temetett. Viszontlátásra nagyon szépen köszönöm. Következik Fábry Sándor extra takarítónője, özvegy Lencsésné Ilonka. Csokolom, Ilonkanén, csokolom. Jó napot kívánok, tessék Szilágyi helyet úr. Foglalni. Semmit sem változott, amióta hallgattam a Hello Hallókot. Az a helyzet, drága Ilonkanén, hogy köszönöm szépen. De az nem élő volt, élő volt? Nem élő volt, de későn ment. Azon gondolkodom, hogy egy takarítónő, akinek korán kell kelni. Rosszul alszom. Egyáltalán korán kell maga? 6-kor bekapcsolom a naptévét, 6:12-re olyan ideges vagyok, hogy rohanok ki a földbe, azt a dühömet kapával verem belé. Hát a múltkor olyan van, bekapcsolom, azt asszat hallom, hogy... Hát mondom, oda nézek, hát mondom, ugye még mindig ott asszom a családi ágyba, hogy hát csak nem Lajosom támadott fel, és megint ott szuszog mellettem, mint régen. De nem az volt, csak a Verebesi úr volt a tévében. Fiatalabb lenne maga, én magába szeretnék. Emlékszik maga például az első szerelmére? Hát, Szilágyi úr jelenkezett az első szerelmem. Ugrat. Én azt hittem, a Donkanyárnál tűnt el. Jelenkezett interneten, 92 éves, még mindig jó kiállása, a keze kicsit kacska lett neki. Azt mondta, Ilonka, komolyak a szándékaim. Hát mondtam, ígyunk valami édeset, mert elsírom magam. Aztán így adtak neki egy kis diópálinkát, azt ott a konyhába elbeszélgettünk. Hát azt mondta, hát és ennél nagyobb okot azért nem igen, kaphat egy ilyen vénasszony, mint én vagyok, ha szabad így fogalmaznom. 82-t öltöttem, de bugyi még nem volt rajta. De nekem nincs is ez az inkontinencia. Neki már mindig dugdozni kell valamit oda befele, mert már mindegyiknek ereszt a szimmering. Úgy hívják inkompetencia vagy, de mindig megy ez a reklám, már oda se nézzek. Nincs is nekem inkompetenciám, egyáltalán. Na most a Lajosomnál tartottunk, ő rám nézett és csak annyit mondott. És azért 82-t töltöm, azért ez nem kis dolog, azt mondta, Ilonka, semmit nem változtál. Úgyhogy csináltam. Lajos mindig hazudós volt? Elég az hozzá még az uramról, azt még nem mondtam. Ő a Rommellal harcolt, elalamennyi. Az hazajött ilyen sivatagi motorom. Aztán 48-ba elástam, mert látta, nem olyan idők jönnek. De tavaly az Oli fiam kiásta, kicsit a bokpommal lepallottuk, feltankoltuk, pöccenetre indult. Az ódakocsival meg ott volt a bűrkabát, abban meg jár az unokám Rolandka alternatív diszkóba. Én nem is érdekel engem, csak hazajön, akkor fő van pörgetve, táncol 24 órát, az fekszik 72-t. Olyan, mint a vasútnál dolgozna. Szóval a jóistenen azért nem lehet kifogni. Vannak ilyen ajzószerek, akkor beaktiválódik, de hát utána azért kell reaktiválódni. Na de még mielőtt a családról beszélnénk, drága Szilágyi úr, bekerültünk a sajtóba. A Révné, látom, nem tudok átmenni, mi van? Azt mondja, tűzszerészek vannak itt, mama. Hé, mondom az atya úristenit.
pontosan a komnak a kikötőjébe találtak 16 láda gránátvető lőszert, meg két ekkora bombát. Hát, hogy a propeller az föl nem robbantott. Tehát kisebb koromban ott fölöttem, ott ugráltunk, pacsáltunk minden, aztán, hogy az föl nem robbant. Ja, hogy az uram ezt nem értem meg, mert hogy ő visszafoglaltam volna Brassót, az biztos. Elég az hozzá. A Zoli, aki logisztikai menedzser, hát én konkrétan teherautósofőr, és a felesége, Vudu. Teljesen megzakkan, dilló lett. A menyem, Zsanett. Hát mondom, gyere már ide, figyelj ide, kicsit megtanítlak csörögefánkot készíteni. Azzal nem lehet, mama, megyek a szoliba. Jaj, mondom, de már ráncosabb, mint én. Múltkor láttam Pektrumon egy krokodilos filmet, hát olyan feje van már, mint az aligátornak, komolyan mondom. Nincs Verznek biokertje? Van biokertem, és ez azzal függ össze, például az udvarom az tele van purtulinkával, és azért fejlődnek nálam olyan szépen, mert én csak az udvarra kimegyek, nem hordok bugyit, kicsit lekuporodok és oda pösenytem. Az a lényeg, a levélre nem szabadtak, a tövére, de én nagyon pontosan tudom irányítani, mert nekem nincs inkompetenciám, érted, én nagyon pontosan oda, és akkor így megvan ez a bio lesz, recycling, és az unokám, az csinált nekem egy websájtot. Csinált egy websájtot, az van rajta ilonka.www.comlekvár.hu. Free mail kupac. Az van rájuk, és ilyen direct delivery-be szállítjuk a világ minden részére. Legutóbb Sydneyből kaptam köszönő levelet. Találkoztam Kulcsár Attilával. Én legalább bevallom. Az volt, hogy megjelent, olyan megnyerő volt a modora neki. Azt mondta, hogyha adok neki egy lekvárt, ő elvisz hármat. Azt mondja, mama, van-e mágánál egy kis pénz? Hát mondom, így benyúltam az otthonkámba, hát volt 7000 forint, amit aznap árultam a piacon. Azt mondja, ő ezt a 7000 forintot a hongkongi tőzsdén megpergetné. Mi lett a vége? Hát erre a pénzre keresztet vethetek, hát nincs bizonyíték. Jaj, egyet még muszáj vagyok elmondani, Ácsi! Jaj, ez jó lesz. Kézzel jel, Szilágyi úr, hogy most már az ebédem is megvan oldva, mert ha egyedül vagyok, magamra nem főzök. Tudja, kitől kapom az ebédet? El nem tudom képzelni. Tudja? Megmondjam. Schaubert Norbitól. Schaubert Norbi, amióta most már negyedszer szerepelek a tévébe, azt mondta, média tényező vagyok. És mint vippes média tényező, kapok fitness menüt. Húzzak a mangalicakolbászt, így rávágok meg egy disznósajttal, beterítem, hogy legyen erőm is a földbe dolgozni. De legalább nem kell főzni. Köszönöm szépen! Tajföldön jártam. Elmentem a piacra, beszereztem a szokásos 10 dolláros 501-es léviszemet. Meg 8 dollárért vettem egy Rolex órát. Hoztam néhány elefántos sejem nyakkendőt, de a dilemma következőképpen állt elő. Nike trikó 5 dollárért, és Nike trikó 10 dollárért. Mondom, itt kihívás van. Álljunk meg egy ásónyomra. Kérdezem az 5 dollárosra, ugye egy ilyen basic English-sel mondom. This is original? Yes, sir, this is original. Mondom, étotóze original? Yes, sir. This is more original. Ez még eredetibb. Tehát eddig azt hittük, hogy az eredeti szót nem lehet fokozni, ugye? Régen volt ez, hogy szocialista demokrácia, ugye, amire Eszterházi Péter utalt, hogy a szocialista tulajdonképpen ilyen fosztóképző volt. Tehát a szocialista demokrácia az azt jelentett, hogy nem demokrácia, ugye? Most megtudtuk, hogy this is original, this is more original. Kérem szépen, lehussantunk aztán Szajgomba, egy szocialista ország. Ho Chi Minh le van támasztva a sarokba. Szajgomba 6-7 millióan laknak, és van 4 millió robogó. Na most ezt először föntről néztem meg így a szállodából, szóval akkor úgy megérted a buddhizmust. Tehát az nem lehet, hogy ezt ne valami felső erő irányítsa, hogy ezek nem ütköznek össze. Hát ez ausges lossen, érted? Tehát úgy karolni be balra nagy ívbe Szériából, hogy megőrülsz, autó szerencsére kevés van. Na most, hát át kellett volna menni mégis az útnak a másik oldalára. Jött az idegenvezetőnk, így megfogta a kezünket, és azt mondta, hogy lassan, de nem megállni.
Mert abban a pillanatban neked mennek. Na most én ezt csak csukott szemmel mertem végrehajtani, tehát ha te megállsz, azonnal neked megy, mert ő már bekalkulálja, hogy ő azt, ami alatt te lépsz, amíg ő odaér, ő már elsurran mögötted. Az, hogy a két személyes mopedon négyen utaznak, ez halálosan általános. Ez halálosan általános. Elől a gyerek az teljes szúnyoghálóba becsomagolva. Ja, egyébként hivatalosan Ho Chi Minh City-nek hívják, de ez nem úgy kell mondani, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City. Zárójelben volt egy haverom, annak idején szállodában dolgozott, és már reggel nagyon rossz kedvű volt, kicsit másnapos, és bejött egy japán, és mondta neki, hogy na, te kis ferdeszem, mi a faszt akarsz, azt mondja, a kultyomat. Úgyhogy azért ezekre a dolgokra vigyázni kell. Szevasz! Ciao, Butter, ciao, Itta! Jó vagytok, minden okés? Itt vagyok a bícsemben, érted? Érted, tudtam, hogy összehozni, érted? Itt van a koktélbár, csak nemzeti szépsi királynők dolgoznak, érted? Mind diplomás, több nyelven beszél, főleg ukránul. A koktélbárban az a helyzet, hogy vannak alkoholmentes koktélok, és alkoholos csak. De alkohol egyikben sincs. Érted? Ez ilyen egészségvédő program, far program keretében, érted? Tehát 8 mohitót megihatsz, érted? Abban a fehér rumot te nem találsz, érted? A 8. után rakunk bele egy kis csavarlazítót, érted? Hogy valamit mégis érezzenek a csávok, érted? De egy szigorú alkoholvédelem van, ezzel mindenki jól jár, tudod? A csávó itt, ez egy kongás eredeti kubai. Gyerek, ilyen sápadtabb, ő egy sápadtabb ilyen kubai csávó. Itta is dolgozik, itta monokinizik. Reggel 9-kor leküldöm a plázsra. Legkésőbb 10-ig azonnal fölajánl neki valaki 100 eurót, hogy vegye fel a fősörét. Érted? Szóval az az igazság, le van már harcolva. Itta. Na most, hogy lement a vízszint, most egy kicsit följött, de lényegében lement, érted? A nagyvakkal így megkutattuk egy kicsit a témát, érted? 344-es német repülőgép roncsot találtunk. De az egyiket egy kicsit leszállítottam jelendékkel, hajszállítóval feltöltöttem, egy pöccelésre indult. Érted? Mentem vele egy körtéted a Tihanyi nagy apátsági templom körül. Képzeld el, a konyhánk az annyira jó, hogy az ANTS tanulókat idehozzák. Érted? Mert az ételmintában olyan vírusokat látnak, mint sehol. Érted? Tehát a múltkor az ANTS góré, érted? A szkafanderba jött ki, mint amikor a Frey Tamás tudósított az eboláról. Érted? Jó, hogy a sugárzó cuccot nem találták meg, az a mélyhűtőben volt, érted? Azt mondja nekem, mi ez, génkezett lazac? Mondom, nem, csak 3-szor visszafagyasztott hek. Nincs jelentősége. Háromféle bort tartunk. Fehéret, pirosat, rózsaszint, érted? A rózsaszint azt én állítom elő, érted? Ez mindegyik bőrbarát, fékezett habzású, badacsonyi, mennyiségi bor. Érted? A minőségi borra pillanatilag az én vendégkörömben, érted, nincs igény, érted? Mi mennyiségi bort forgalmazunk, érted? Fékezett habzású bőrbarátot, szigorúan, érted? Na most az étteremben elfogadunk eurót, de egyelőre forintba is ki kell fizetni. Érted? Na most azt csinálta a nagyvak Münchenbe, összeszedett ki bire két chartergépet, behűjtette a csámokat, hogy elvisz őket Kubába, Varadero Beach-re. Érted? Jó bepiáltak a csábuk, nem vették észre, hogy 11 óra helyett másfél repültek, és halálosan leszálltak Taszáron. Kérdele, most itt vannak. Érted? Most itt vannak, tehát nekünk mindent át kell alakítani. Tehát így van kérve, és jó fog, ha vannak. Na most akkor mi van a zenével, érted? Hát minden este a Fekete Pákó lép fel. Érted? Illetve a Komár Laci megengedett ételfestékkel színezve. Na most a siófoki postás zenekarból egy az egyben megcsináltam a Buena Vista Social Clubot. Imre bácsi vezetésével, érted? Levettük a postácsapkát, 3x6 perc kikérdést kaptak az állószóliba. Mindig azt jön nekik, hogy akácosút végig megyek rajta, de én, de latinosan. Most egy nagy problémám, hogy a Bangó Margitra nem kapok főszoknyát, érted? Mert kellene csinálni, érted, a kultúrás programot, tudod? Olyan mojito, ezért a mojito koktélt, érted? Tudod, mivel csinálom? A modern fokrém, azt kapod bele, az a mentolos érzés, érted, meg családlevél, így az illúzió. Érted? Te annyira halálosan bio, egy németek meg vannak örülve. Itt a különben csinál ilyen beauty farmot is, zárójelben. Van ilyen beauty farm, érted? A sauna az a szénapadlás.
Ott 7 napig fekszik, érted? Mondjuk neki halálosan bio, és már is napi 150 márkát érted azonnal fizet. A kapnál szalmatörektek is allergiát, nincs jelentősége. Most olyan van, csináltam nekik, érted ebbe a paraszázba, érted egy teljes beautiful wellness parkot, istálóban van iszappakolás. Olyan van, de azt mi vályokból csináljuk, érted? Tehát én konkrétan, mint a vályok téglát lekenem a csajokat, egy hétig úgy maradnak, érted? Na most hát érted, akváriumra nem volt pénzem konkrétan, érted, vettem ilyen szalmiákos hordókat, abban pontyok vannak. Érted, meg paptető, azt mondom rá, piranya, érted, német menő? Érted, rozog a munkanélküli. Tudod, ezt bement a munkaerő központba, mondták, nem akar taxis lenni. Hát mondta azt, hogy konkrétan nem, azt mondja, rozog a mit szeretne csinálni, azt mondja, a gyöngyhalász akarnák lenni. Érted, ezt csináltam konkrétan a 6-os villamoson, de most így a tengerrel is megismerkednék. Na kérdez, de valami pörgős csámó volt Tapolcán, érted, beiskolázta egy gyöngyhalász képzőbe a gyereket. 13 percig tud a víz alatt lenni. Palackkal. Kézed el. Na most van a mélytengeri horgászat, beviszük a csávokat vízi biciklivel, bedobják a pecát, lemar rozoga 24 méter mélységbe, és a mélyfagyasztott lazacot, érted, amit veszünk a tapolcai kóba, azt fölakassza. És akkor halálos boldogok a csávok, és kérdezik, miért olyan fagyos ez? Hát mondjuk, hogy nagyon mélytenger. Köszönjük szépen. Én két dologért nem szeretek fizetni. Az egyiket a múltkor elmeséltem, ez a parkolás. Tehát én úgy gondolom, ez nekem jár, de most tanulom meg. Ja, azóta a bilincs óta hőnyomom, hát slot machine. Kész, már várom. Még a 3 citromot is megvárom ott. Hát ne, mindent belenyomok, ne szórakozzál. Ajajajaj. Azóta ilyen fegyelmezett vagyok. Hát én még egyszer? Ha nem szórakozol. Na, ezért nem szeretek fizetni, meg a strandért. Nem, ez 50 éves vagyok már, nem is tudok fölmászni, de a legdrágább ilyen wellness helyet, hogy mondjam, ne legyünk álszentek, meg tudnám fizetni, de először körül sétálok, hogy lehetne itt besuttyalni, vagy nyalom a főnök seggét, hogy adjon valami VIP kártyát, hogy jaj, még egy viccet, ezt hallgassa meg, jaj, milyen jó, azt néha megtörnek és meghívnak, néha meg nem. Na kérem, tisztelete, képzeljék el, ez a wellness, ahol voltam, ott, ugye, mert várj, bizonyos wellness helyekre nem is lehet bejutni, csak ha ott laksz. Balatonfelvidéken befúrtam magam, Tapolcán, igen, oda van állandó belépőm, és az isteni, mert hétköznap csak én vagyok délelőtt. De a hátulütője, hogy 200 kilométerre van. Ja. Oda befúrtam magam, na de most mikrokörnyezetemben is felbukkant egy ilyen wellness center. Na, fogad a direktor, az a Fábrió, én magát még a placról ismerem. Jaj, mondom, hát ígyunk meg valami édeset. Nem, idegenvezető koromból. Jó, jogos, nem, tehát nem a Petőfi szobornál. Nem. Na látja, de ezért jó. Ezért jó az interaktivitás, mert ez a vonatkozása eszembe se jutott a dolognak, miután a plac szó az a vendéglátóiparban meglehetősen közkeletű. Na elég az hozzá, hát mondom, még kopturisztos idegenvezető koromból, a céget lehet mondani megszűnt, Kristóf, tehát kopturisztot ne vágjátok ki. Ez olyan, mint a Beszkárt, ugye, az is megszűnt már, a BKV elődje. Körbevezetett a direktor. Ilyen nejlon, papucsban, minden. Hát mondom. Kérem szépen, már azt nem értem, mi az, hogy wellness fodrászat. Az gyerekkoromban volt, hogy én elrohantam, hogy a Stein bácsi ne tudjon megnyírni. Ugye, mert a wellnessbe állítólag az van, hogy kis sport teljesítmény, és utána pihensz. Ugye, ezt Norbi elmeséltem múltkor, ez a különbség a fitness, és ezért. Na most, itt sport teljesítmény nincs. Tehát a dolog lényege, hogy a 40 fokos, 70%-os relatív páratartalomban fehér rágyakon 150 kilós szőrös férfiak fekszenek, nem a feleségükkel. És női lapokat olvasnak. Tehát azért az, amikor egy ekkora szőrös csülökben látod a magazin, tehát azért annak, szóval az már majdnem olyan, mintha horgolna. Tudod? Csak nem visznek, mert nem visznek olvasni valót, mert nem tudják, hogy mi ez itt ez a wellness, ugye? És akkor az asszonyoktól kunyarálják el az olvasni valót. Na most voltam hétvégén is, hétvégén kicsit sokan vannak, de akkor se a feleségekkel. Én nem tudom, most hát teljesen, ugye azért régen legalább a hétvége a családé volt. Volt valami rendszer, nem? De most hétvégén is ezeket az emelt sarkú virágokat hurcolják maguk után, ugye? Na most azért...
Szóval ebben van azért egy pici, van egy pici irigység is, ugye, hogy objektívek legyünk, de hát én ezt látom, plancsmedencébe csak így beengeded a rettenetes, és ettől már halálosan kisportolták magukat, és a bárpultnál már 8 sört azonnal bekérnek. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen egészségesnek látszó, valójában egészségtelen életmód, amely nagy pénzért alkalmas arra, hogy a nem mozgás miatti lelki furdalásodat egy némiképp csillapítsad. Én azt mondom, hogy a wellness 90% a marketing, a 10% a sport. Jó, kérem szépen, annyit mondanék csak a wellnesshez, amit egy drága barátom szokott mondani, hogy bizonyos értelemben minden mezőgazdasági munka extrém sport, ha berúgsz. Ma kérem szépen, sokat beszélünk az esélyegyenlőségről, ezért mi felvételi kérdéseket állítottunk össze, hát mondjuk így, hogy könnyített felvételi kérdéseket az ész hívságos eszközeivel szolidabban felvértezett polgártársaink és polgártársnőink számára, legyenek azok szőkék, barnák, feketék, avagy melírozottak. Hát mondjuk így, hogy fölvételi hülyéknek. Na jó, így, ez így korrekt, nem? Mert nehogy azt a kapom a leveleket, hogy maga érzi. Az eredményes felvételi vizsgához legalább 3 helyes válasz szükséges, 3 egész szám, a 2-nél nagyobb, de 4-nél kisebb. Hát, ha nem tudja, hogy a 3 mennyi. Ugye, tehát a legalapvetőbb dolgokat tisztázni kell, ezért nem tudok én főzni. Ugye, hogy könnyű habarást készítünk. Már a könnyűnél és a habarásnál megbuktam, nem? Tehát nem néha legegyszerűbb dolgokat az ember nem érti. Tehát a 3, az a 2 és a 4 között helyezkedik el erős izgalmi állapotban. 3. Na kérem, jöjjenek a kérdések. Figyeljen. Mi Franciaország hivatalos nyelve? A következő kérdés alternatív. A. Mondjon pár szót az ókori Babilóniáról, különös tekintettel az építészetre, irodalomra, a törvényekre és a társadalmi viszonyokra, vagy határozza meg Petőfi Sándor keresztnevét. Beugratós, matek, mértékegység átváltás. Hány milliméter, nulla méter? El tudja magyarázni Einstein relativitás elméletét? A. Igen, B. Nem. Matek, ha 3 almád van, gondoljuk át. Ha 3 almád van, akkor voltak éppen hány almával rendelkezem? Melyik városban található a Budapesti Műszaki Egyetem? Egyébként, hogy most ezek ilyen kitalált hülyeségek, de az a valóságban is elhangzott, hogy mikor volt az 1848-as forradalom. Tehát ezt én hallottam a fülemmel, illetve kiírta a bánkbánt. Köszönjük szépen. Milyen vallású a pápa? Csak egy választ fogadunk el. A. Zsidó, B. Katolikus, C. Buddhista, D. Ateista, E. Vudu. Most már nincs osztályzat, tesibő. Igaz? Már első se kaphat jegyet, mert az csak piros pontot, meg nagyon szordinóban, mert ödöntét megsértjük, meg az ő fejlődése, meg ő már agyilag ő teljesen meghattad. Érted? Mindegy, az, hogy az ágynemű tartóban lakik ödönke 8 éve, az senkit nem érdekel, érted? Mindegy. De nem lehet neki csak észre, már testnevelésből se lehet. Úgyhogy szöveges értékelést kell adni. Nézzünk 2 szöveges értékelést. Az egyiket egy átlagos, a másikat egy ilyen angol száz típusú elit oskolából. Hát most a nem elit következik. De hát ezt gondolom ki fog derülni. Kovács Ödönke, 6. osztályú tanul. Ödönke az órákra rendszeresen kövéren érkezik. Szekrényugrásból és kötélmászásból felmentettem. Az anyagi kár jelentős. A 100 méteres futás felmérésén 30 méter teljesített. A fejedállást meg tudja csinálni orvosi felügyelettel. Kidobós játékban sokat fejlődött. Igaz, most is elsőnek dobják ki, de már nem sír. Igyekezete és mindig makulátlan fehérségű trikója miatt javaslom, hogy felső osztályba lépje. Blácsi Géza,
harmadosztályú tanuló egy sportfakultációs elitgimnáziumban. Géza a haskelepet rossz tartással csinálja, pedig első osztályos anyag. Néha összekeveri a hármas szaltót a négyessel, és rendszeresen otthon felejti valamelyik golfütőjét. Sikló ergyőzésben sokat fejlődött az elmúlt fél évben, de mély búvárkodásban megrekedt egy szinten. A lovaspólóhoz semmi érzéke, ha felépül gerincsérüléséből, javaslok néhány külön órát másik tanárral és másik lóval, hogy legalább a minimum szintig eljusson. A tavaly szerzett olimpiai érmeit idén nem tudom beszámítani. Mivel az osztályismétlést a törvény tiltja, javaslom újbóli beiratását intézményünkbe az első osztályba, hogy a tanuló ne kerüljön életre szóló hátrányos helyzetbe a testkultúra területén. Most a könyökömmel bajlódom. A részletek nem érdekesek. Már eleve, tehát az orvosok megoszlanak. Tehát van, aki azt mondja golfkönyök, van, aki azt mondja teniszkönyök, én se teniszezni nem tudok, se golfozni. Lehet ilyen injekciót adni, de az anabolikus hiszteroid, és attól így megnőnek a melleid, és borotvál, ja, nem borotválkozol, vagy kihullik a szőre, nem tudom, szóval nem lehet a végtelenségig adni. Na, ne nevessenek ezen a teniszkönyökön, mert az a végén el tud jönni olyan állapotban, hogy egy pár vizet nem tudsz felemelni, tehát nem annyira jó. Van valakinek, senkinek nincs itt teniszkönyök, olyan vákumban érzem magam. Ugye, pedig a kabaréban lényeges dolog, hogy olyas valamiről, tehát ezért szeretek például ugye, na mindegy, mert ugye a kakilás az például egy nagy kollektív élmény. Tehát az vesse rám az első követ, aki nem szart még életében. Tehát ebben, ne, ezzel gyakorlatilag, ugye ezzel szoktak figykázni az értelmiség, ugye, hogy én ilyen altesti kérdésekkel is. De azt nem hallja meg, hogy nem csak erről van szó, hanem esetleg más is. Na elég az hozzá, hogy egy kis poénért akarom csak ezt az egészet elmesélni, hogy bementem a Rokkantellátóba, ahol ilyen formás műen, igen, ilyen speces dolgokat lehet kapni. Láttam Jancsónak milyen kis fickós bandázsa van, elmegyek a Rokkantellátóba. Azt mondja, hát kétféle van, azt mondja a kis csaj, ez már egy kifutó modell. Hát mondom, hol vagyunk, a Rocsitlára szalomba vagy a Rocky ellátóba? Tehát ezt a döntsük el, de édes volt, azt mondja, kifutó modell, ez már akciós. De mondok mást, jó? Váltunk. Levetettem egy kis szemölcsöt. Kedvet akartam csinálni. Ugye volt drága Pali nagybátyám, ők négyen voltak testvérek apámék, ugye négy fiú, már többször elmeséltem, és a Pali nagybátyám mindig vett beöntést, hogy a másik háromnak kedvet csináljon. Nem is volt neki semmi baja. Tehát ez még az így gyerekkoromban is, ez a beöntés, ez nagyon, ti már nem kaptatok be, nem? Mi állandóan hat ravakra. Volt anyámnak egy kenőcse, azzal kent a fejünk búbjától a talpunkig, mindenre beöntés, priznic, jó napot kívánok. És nem mondtuk, hogy nem tudjuk feldolgozni, kapta két pofot. Mit nem tudsz feldolgozni? Takarodjál, ilyen hülyességet, meg sérül a gyerek, meg hó, meg anyád, ja Istenem. Semmi, és nem volt ez a napi, most már van, hogy hallom, kétszer fürdik a gyerek. A savköpenynek a kétszeri megbontása súlyosan kontraindikált. Szombaton befűtöttük a fürdőhengert, gatyacsere, alvázmosás, jó napot kívánok, egy hétig szellőztetés, kész. Este zoknival megfűrészeltük a lábujjak közét korrekten, a lábakat összedurgáltuk, hogy mégis a nagyobb spén az ne kerüljön az ágyba. Csókol anyád, Lujza. 100 forintért egy formásabb szőrös hernyót ma is elfogyasztok. Ennek köszönhetem legendásan kitűnő immunrendszeremet. A horoszkópom szerint sérülékeny vagyok, de gyorsan rehabilitálódom. Na, de várjunk. Szemölcs. Találkoztam egy bangladesi orvossal, majd a sóderba is feléptetjük a multikulturális részben, 30 éve él itt, bangladesi, ő levesz ilyen dolgokat, mondták. Előtte leküld a bőrgyógyóhoz, bőrgyógyó így megnézi, és mondja, hogy lehet levenni. Persze, mert összedolgoznak, tehát ez teljesen világos. Olyan, mint egy műtét. Steril, szuri, pif, ott elérzést ejtik, már félig benned van kérdezni, lidokain érzékenység van, hát mondom, most már drágám, ürítsük fenékig az élvezett poharát, és kivágja azt egy késsel, és összevarja. És akkor ott nem szabad zuhanyozni, nem tudom mennyi ideig, ez megy. Elmegyek a bangladesi csávóhoz, kötéscsere. Mondom, doki, hát what about, you know, hát itt van egy story, tehát mondom, ezt átgondoltátok? Azt mondja, elküldtük szövettanra. Mondom, most?
Hát nem kellett volna előre megnézni? Hát szóval komolyan mondom, tényleg elmeséltem, de ide passzol, a pasas berohan az orvoshoz, hogy tessék engem kiherélni. Az megvan? Azért kérem, hát ez egy nagyon súlyos beavatkozás, ezt ikre-fikre nem hagyjuk. De könyörgöm, tessék engem kiherélni, életbe vágva a fotós, kaszt-vaszt-kaszt. Azért kérem, hát gondolja meg, hát azért ez, stb. Hát ezt nem szoktunk így. Szóval könyörögve kérem, az életemről van szó. Jó, megtörténik a kiherélés. Most így kérem posztfesta, tudna valamit mondani, hogy miért volt erre szükség? Azt hát kérem, egy zsidó hölgyel kívánok rituális házasságot kötni. Azt mondja, de uram, az a körülmetélés. Hopp, ez a helyes kifejezés. Tehát... Nem ismerték, hát régi, már Söderben is meséltem, de... És utólag elküldi a szövettanra. Mondom, oké, doki, így beszújtottam a sarokba egy picit. Nem sok emberrel vagyok testi fölényben, ezt most kihasználtam. Érted, ilyen body for body, you know, érted? Mondom, doki, és mi van, ha pozitív? Az nem lesz pozitív. Mondom, doki, hát gondolom, én a tudomány képviselője, hát nem jövőbe látó, vagy én nem tudom micsoda, hát és mi van, mondom, ha pozitív? Az nem lesz pozitív. És így egyébként fölfelé tekinted. Allah vezet, ugye? Mondom neki, hogy mi van, ha pozitív? De nem lesz pozitív. Mi lesz a pozitív? Allah. Nem. Azt mondja, akkor de lábad gyorsan le kell vágni. Ó, erre utána azt mondja, hogy ne csináljak így. Hát mondom, doki, ha úgyis le kell a karomat vágni, hát előtte hadd szárnyaljak még egy kicsit. A pincérek is szokták mondani a vendéglőben, hogy miért velük pörlök, mert nem tudok mindig bemenni a szakácsot megrúgdosni és elmondani neki, hogy kell a... Ugye már a szalonás rántotta se egyszerű, de ezt egy más alkalommal mesélnem. A szalonás rántottánál is annyi buktató érhet, hogy... Elmondjam? Már megőrülök attól, hogy bakonszalonna. Avan, bakonszalonna. Hagyjál már hozzá mátraszalonnát, ne bakonszalonnát, hozzá már nekem bakonszalonna. Tudja, ez a húsos szar, bakonszalonna. Kérem szépen, a bakonszalonna, az a szalonnás rántottára nem alkalmas. Hát az egy tévedés. Az olyan tévedés, mint a tej, csokoládé és Balaton szelet, vagy a fehér negró, ugye? Tehát ezt a mi sajátos másfél évtizedes módszerváltásunkat ugye petjezik ilyen félreértések. Tehát nem jó. Tehát el kell mondani, hogy kenyérszalonnát, kockára, üvegesre megpirítva, majd az üvegesség beálltakor. Meglátva a fauszti pillanatot, mikor boldogan adod át lelket Mefisztónak. Nem el, a könyvéve van, erősítek. Nem elébb és nem utóbb rádörrented a három tojást, amit azonnal durgázol, nem omlett így, és ráegy, akkor még az omletet még súlyosbítja, hogy rárak egy petrezselymet. Nem, hogy erről tudnám ezeket le, hogy mindenbe beletűznek egy petrezselymet, én ezt most már hátam mögé dobom. Nem érdekel, most az utóbbi pár évben fegyelmeztem magam, hogy nehogy azt mondják, hogy a tévében játssza az agyát, ugye? Most már leszarom. Hozza a petrezselymet, páf, nem érdekel. Most már ásványvizet rendelni sem egyszerű. Savas, vas, nem vas, buborék. Pláne az ilyen előkelő helyeken 42 kérdést tesznek fel, hogy hideg, anyádba hozzad már, mert már porzik, ha vestén már gyakorlatilag a gipsz megkötött a szám sarkába a csávó. Hát most úgy nézek én ki, mint aki szénsavmentes vizet iszik. Hát most ha mindenről lemondtam, már a szénsavmentes vízről is mondjak le, annak jótékony, büffentő, illetve szélhajtó hatásairól, hát már minden. Na mindegy, szóval már ezt is macerás. Te mondok mást. Jó, hát annak idején, hát mondjuk így az érett szocializmus időszakában, erotikai információink szolidnak voltak mondhatók. Tehát nem voltak ilyen érdekes férfi torna csatornák, ahol hát meglehetősen tartalmas, tegnap megint nem értettem egy konfigurációt, nem mondom el. Nem értettem, tehát így próbáltam, az a baj, nem tudok már fejen állni. Mert mondom, hogy a fotelba így felpucsítok, mondom, akkor próbáltam a tévét, akkor majdnem lejtettem. Na mindegy, szóval nem megyek bele ezekbe az én kis esti akció trillereibe. Szóval nem voltunk erotikailag túlságosan ellátva, és már az is nagyon érdekes volt, hogy a hentes bácsinak mivel van bekötve a keze. Ugye mi van arra ráhúzva, hogy víz ne érje? Nem slagdarab. Ugye? Rá volt írva, hogy MRG Deluxe. És azt mondta Mohikán, aki hivatásos betörő volt, és 17 évesen még csak hatodikos volt,
hogy úgy kell kérni Kis Fábri, hogy MRG Deluxe. Tehát ahogy Molnár Tamás barátom gyakorló orvosként is azt hitte, hogy a Bahnhof az egy katonai rang, Mohikán azt hitte, hogy a óvszert más néven úgy hívják, hogy MRG Deluxe. Tehát ő nem gondolta, hogy az egy márkajelzés. Na mondd egy, ezt ember nem merte kérni. Dörfinger Dodi barátom bement, mondta, kérek 42 óvszert. Majd ránézett a kis csajra, és azt mondta, próbafülke van. És abba a pillanatba a szocializmus amúgy sem mindig olajozott gépezetébe egy olyan homokszem került, amitől hirtelen csikorogni kezdett az egész, a kislány elpirult, és azt mondta, ugye ez volt a menekülés vékony ösvénye, hogy küldöm a főnököt. Próbáljuk meg a magunk módján mi is az olvasást népszerűsíteni. Ehhez következzék most néhány javaslat. Minden kiolvasott könyvet az eredeti ár feléért be lehet váltani alkoholra. A képregényekben mostantól a képeket is ki kell írni betűvel. Aki az éves adóbevallásához mellékeli olvasónaplóját, adókedvezményt kap. Kiemelten támogatott könyvek, a fösvény, a revizor, a kincses sziget, szegény gazdagok. A nagy klasszikusokat a való világ sztárjainak előszavával kellene prezentálni. Ez jó reklám lenne, olvass el a Háború és békét Leóval. Vagy Bűn és bűnhődés, ahogy Majka látja. A könyvekben véletlenszerűen rejtsenek el vendégoldalakat. Ezekről tudhatják meg az olvasók, hogy miért szakított Anikó és Bocsi, és mi Károly herceg kedvenc póza Kamillával, de ehhez végig kell olvasni a regényt, ugye? Tehát némi olvasás után egy kis bónusz, vagy utalhatnék drága kollégánkra, Kőhalmi Zolira. Neki a híres jelenete az volt a Humorfesztiválon néhány évvel ezelőtt, hogy a könyvtáros, amikor visszahozod a könyvet, kikérdez. És ha nem tudsz válaszolni, lekül ülni, és elkül olvasni. Ma a bulvár média jelentős részét különböző párkapcsolatok töltik be, különböző álompárok boronálódnak össze és válnak szét, mint Hiller és Gyurcsány, ugye a legújabb álompáros, mondhatnók rémálompáros, ugye ez a klónozott duó. Na most kérem szépen, megnéztük, hogy ezek a szerelmek, most nem a Gyurcsány-Hiller tandemre gondoltam, hanem a valós bulvár kapcsolatokra, meglehetős egy kaptafára működnek, mondhatnók csere szabatosak. Nézzük meg egy ilyen bulvár szerelem kialakulását, szirmot, bontását, és az őszi avarra történő alá hullását. Új álompár születik? Az utóbbi hetekben több partin is együtt látták VV Laci szomszédját, Zozót és Sziszit, aki VV-stól Andrásnél Survival tündének volt a pattársa évekig. Fotósunk magát egy tál lazac salátának álcázva egyedül álló felvételeket készített, de a pár egyelőre tagad. Mindketten szeretünk drága ételeket enni ingyen, főleg ha közben fényképeznek is. Ez minden. Nyilatkozza Sziszi! Akitől egyébként nem idegen a média, mert egyszer kieső volt a Legyen Ön is milliómosban. És rövid ideig járt George W. Bush híradós szinkronhangjával. Kettes tétel. Sziszi és Zozó összeházasodik? Az álompár először jelent meg együtt a nyilvánosság előtt, és egyelőre csak a közös lemezükről nyilatkoztak, de Sziszi ujján aranykarika gyűrű csillog, és tegnap a legnagyobb titokban menyasszonyi ruhát próbált a Találkozások magazinban. Harmadik tétel, a drámai végkifejlet. Véget ért egy álom. Már mindenki tényként kezelte Zozó és Sziszi házasságkötését, amikor derült égből villámcsapásként érkezett a hír, végleg szakítottak. Bár az utóbbi időben Sziszit egyre többször látták tyutyúval, aki statiszta a barátok közben, erre senki nem számított. Az elmúlt hetekben minden megromlott közöttünk. Eddig a húsvágó bárdal ütöttük egymást,
De amikor Zozó vett magának egy stílfűrészt, tudtam, hogy mindennek vége. Küzdök. Küzdök. Lassan már minden szenvedélyt feladtam. Vahorn András barátom Amerikát úgy foglalja össze, hogy feladták a cigit az amerikaiak. Tehát ha kérsz egy cigit Amerikába, hülyének néznek. Nem isznak, ebből következik, nincs társasági élet. Az éjt szóta mindenki vigyázba áll minden erotikus klubba, tehát semmi, nincs duxi, nincs duxi, semmi nincs. És most úgy néz ki, hogy Amerika le fog szokni az evésről. Tehát igen, egyszerűen kihalnak. Tehát kimennek az erdőbe, és ez a 200 milliós nép éhen hal. Éhen hal, leredukál. Na most kétségtelenül én is próbálok egy kicsit fogyni. Ezt a legutóbbi hétfőn a következőképpen sikerült. Megoszthatom magával ezt az élményt? Délután 5 óráig nem ettem semmit, ez a legnagyobb baromság. 4 órakor már csillagokat láttam, már Lendva Ildikó is tetszett. Tehát ilyen psychedelic állapotban voltam. Azt már elmeséltem, 4 évvel ezelőtt olyan rossz idegállapotba kerültem a fogyókúrától, hogy a Lukács cukrászdába belepipéltem a papír kosárba, olyan ideges voltam. Tehát nem tudtam, hogy hol vagyok, tehát szabad, és az agyam bomlott meg. A Lukács cukrászdába fogták el most a internetes, hát az nagyon jó. Az nem fogták? Jaj, hát az, na ez, tehát van ez az euróhamisítás, meg megszökött valaki a csillagból, nem ment vissza Szabira, és tudták, hogy ő interneten csajozik állandóan. És Kati néven bejelentkezett Béla őrnagy, aki 120 kiló, és a Krapek írta neki, hogy bugyi nélkül gyere. Hát most képzeljük, amit Béla őrnagy a rettenetes oldalfegyverrel, ugye, hát szóval az egész, és micsoda leveleket ugye írhattak ezek. Na mindegy. Például a kokáért, ugye, Kati levelei. Kedves párizsi üzletember, én egy 180-185 cm testmagasságú, modell foglalkozású állampolgár vagyok. Ugye, mert a körözés fogalmazásból nem lehet átállni résmentesen az erotikus levelezésre. Vélhető feltalálási helyem az éjszakai szórakozóhelyek, diszkók és vasútállomások környék. Szívesen alakítanék ki véled élettársi kapcsolatot, amelynek keretében szórakozhatnánk, sőt, néha akár szóváltásba is keveredhetnénk. Amennyiben a te vélhető feltalálási helyed közel van az enyémhez, személyes kapcsolat felvételre is sort keríthetnénk. Aláírás, Kati. Visszakanyarodva, szóval délután 5 órakor azt mondtam, hogy nem érdekel. Tehát, ja, és van még egy rettenetes találmány, ezt fogyasztják, ezt a diák csemegét? Azt nem lehet abban. Azt nem? Mandula, pisztácia, mazsola. Föl is szívja a savat, azért is jó, ugye mandula eleve zegernyés bélésre, nagyon jó, zákányos bélésre. És nem tudom, senki nem fogyaszt diák csemegét? Nekem a törzs zöldségesemnél ilyen nagy kosárba áll Szentendrén a hévmegállóba, és ő mindig grátis. Most kaptam tőle egy sütőtököt, de nem mertem mondani, hogy nem szeretem. Mit tegyen az ember? Na nem ez az érdekes, 17:00-kor azt mondtam, hogy ez így nem megy tovább. Beültem a határcsárda művekbe, kalandvágyból lehívtam egy babgulyást. Haverom mondta, hogy ha kiderítenék, hogyha beleszellentesz a benzintankba, és azzal megy a Verda, akkor a babgulyás is 30 000 forintba kerülne. Lehet, hogy az is jövedéki cucc lenne. Nem, most volt, itt voltak valami biokonferencián, és a szerencsétlen ugye felesbe a dízelhez lehet adni étolajat. De az nem jövedéki adó, és lekapcsolták a manust a parkolóba. Valami szerencsétlen külföldi itt volt, és vett 20 liter Vénusz étolajat a Verdájába. És VPOP már is sem volt, tehát hello man, erős vasba elvitték. Pedig hát ő csak bio. Na, babgulyásra lehívtam egy túros csúszát, ebből másfél lett. Na most ki az, aki a túros csúszára lehív egy túros palacsintát? Én. Én, az más. És egy fogkotorgálással megoldható. Tehát nem kell a túros csúszap után szünetet tartani. Az megvan a világ leggusztosabb vicce, ugye? Két idős hölgy olyan szegény, hogy egy protézisük van, és csúsztatva járnak szoáréra. És az egyik rohan haza, beteszi... Almás Péter is volt?
Na bocsánat, ez csak úgy... Jaj, már el is meséltem ezt már. Na, mindegy, hát időként átismételjük a tananyagot. Na, a következő, lehívtam ezt. Az volt az érzésem, hogy ez egy forgódobos mosógép, és benne forog egy Tisza tornacipő. Tehát ilyen és időnként így az orra kifigyel. Kozsó. ZK. Látták a honlapját? Kozsó alias ZK amerikai karriert indít. A formációt, amely két szemöldök nélküli nőből és Kozsóból áll, úgy hívják, hogy Run by Love. Az együttes, mint mondám, Kozsóból és két rajzolt szemöldökű szőke nőből áll, Jennyből és Susieből. A honlap szerint az egyikük szépségversenyt nyert, míg a másik tud fuvolázni. De a Flashdance is rendkívüli módon hatott rá. Ugyanakkor lehetne exportálni régi klasszikusokat. Aracki Lászlót például Leslie A. néven. Not only the 20-agers rule the world. Például, de indíthatnánk harangozó Terit is, Terry Bell néven, ugye? Everybody has a dream, you have became mine. Ugye, hát azt a mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél, ugye? Ezt próbáltam így, igen. Lagzi Lajcsi, Wedding Louis néven indulhatna. I have a stripped underwear, I put my pencil rather there. Van nekem egy csíkos gatyám, benne hordom a ceruzám. Balázs Pali lehetne Blaise Paul, ugye? Tehát a kék a szeme, arca csupa derű, az lehetne, hogy she has blue eyes and a happy face. Ugye? Tehát kicsit vannak még ilyen prozódiai problémák. A Sandit azt MC Sandel néven indíthatnánk. A Jódli egy Jódili, kiborul a Nagy Billy. The Jódli is a fun, the sting part is overrun. Példának okáért. Az Apostol együttest The Hallit Valve néven tudnánk indítani, ugye eladó, kiadó most a szívem, my heart is for sale or let. Győzik-e? Little Victory. Hogyan mondjam el, hogy vágyom rád, hogy szeretem a bőröd illatát? How to say in English I need you, I like your skin, smell nice, you. Ugye? Vagy ha arra gondolok, nyilvánvalóan, hogy az Egyesült Államokban, ahol már senki nem dohányzik és senki nem iszik, Charlie-t is adott esetben át kéne alakítani, úgyhogy elképzelem szerencsétlent, aki cigaretta helyett műzli szelettel a szájában, joggingban, futópadon énekli legnagyobb slágerét, a narancs juice dupla gyümölcshússal. Zámbó Árpi bevallja, hogy ő tulajdonképpen Jimi Hendrix testvére. Szörényi Levente rockoperát írt Telleredéről, Ede a pusztító címmel. Tóth Vera visszahízik, Bródi János megtanul gitározni, és a princesz megpróbálja, hogyan kell banjoval is playbackelni. A princesz az megvan? Amikor techno alapra hegedülik rá a Brahms magyar táncokat, a múltkor rátévedtem egy kereskedelmi adóra, tuc, tehát ezt lehetett 3 percig hallani, aztán hirtelen, mintha a Rajkó zenekar gyakorolt volna a Haktibuszban, egy nagyon göröngyös úton megszólalt a magyar rapszódia a princesz együttessel. És hogyha eltalálnak egy-egy hangot, akkor előre lépnek és dobbantanak, mint a második ukrán front csasztuska különítménye. Nyáron Edwin Marton egy műrepülő pilótával adott közös hangversenyt úgy, hogy Edwin Marton a földön hegedült, és a pilóta pedig repkedett a dallamra, ami nem hallatszott a hajtómű zaja miatt. Legközelebb a víz alatt fog játszani, gondolom, amint Merlini kiszabadul egy fekete zongorából. Egyébként Edwin Marton amúgy is hihetetlen, mindig áll mellette két szekrény, aki vigyáz a Stradivárira, amikor a főnök a 4 évszakot nyomja popritmusban. Szerintem, ha egy koncerten játszana és odalépne a koncertmester, hogy kezet fogjon vele, akkor lefejelné, vigyázz köcsöge, nehogy már elvidd a engedőmet, érted? Van nekem egy drága haverom, a Totya, fémműves. Van neki egy kollégája, szintén fémműves, Fricike. Fricike annyira sejpít, hogy amikor Totya feküdt a sebészeten, akkor 4-szer fölment a szemészetre, mert nem tudta kimondani azt, hogy sebészet.
Tehát annyira speciális a gyerek. Marha jó szakember különben, csak ez van. Te bétete mennék. Hát hol vagy, mi van? Hasosztályom volt. Totya azt szokta róla mondani, hogy zarándok a saját lakásában. 30 éve szerelmes a feleségébe, és nem mer előtte szellenteni. Bolyong a saját lakásában. Na most ez nem volna baj, de állandóan krimit néznek, na most nem tudja folyamatosan nézni, úgyhogy másnap a műhelybe, te azt a Columbo mikor jött vissza vagy? Érted, mi volt? Az őrületbe kergeti a műhelyt, mert ezt nem tudta követni. Na most, őrületes dolgokat csinál, de mindig olyan humorral vágja ki magát, hogy meg kell őrülni. Levettek valami korlátot szerelni 200 kilométerre, mindent összekészítettek, hegesztőpisztoly, páp, páp, pék, pak. Fricike, aki mindig fricike, tehát ő 70 éves korában is fricike lesz, ő 5 éves kora óta fricike, és semmi baj nincs. Fricikével a következő apró probléma van, hogy csak azt a 12 külön előre gyártott esztergát csavart hagyta ott a műhelyasztalon, amivel össze kéne rakni a dolgot, és voltak Budapestől 200 kilométerre. És hát a Totya meg akarta ölni őt, tehát abban a pillanatban azt mondja, hát hagyjad főnök, azért hagytam az asztalon, mert mindig szemétkedett a többiekkel, hadd tudja meg mi a magány. Legutóbbi húzással következő volt, bank. Világító testeket kellett szerelni, napi 200 ezer forint ködbér. Egy pötty a padlószőnyegen, azonnal 8 példányos pénztárbizonylat, kész, fölgyújtanak, megöl minden. Totya délbe megy ki ellenőrizni a melót, következőt látja, le van engedve a bronz armatúra, armatúrán egy páros kolbászát dobva, fricike a lágyító forrasztóval melegíti, és alá teszi a kenyeret. A recepciós nő már elájult ettől, tehát az már nem bírta nézni, tehát ami történt, az nem neki való. Tehát így, ő már rábukott a jönre. Totya jön be,